Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. A közelmúltban kezdődött meg az Ullak utcai szervizút melletti terület rendezése, valamint forgalmi rendváltozás lépett életbe a Pesti út 91-105 közötti lépcsőházak előtti útszakaszon. Ezen beruházások részleteiről fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban Petrőczi Dánielt, Rákoskeresztúr önkormányzati képviselőjét. Én is üdvözlök mindenkit. Itt feldobtam már két témát a beszélgetésünket megelőzően, illetve lesznek még emellett szintén érdekességek, amelyek Rákoskeresztúrt érintették, vagy érintik. És akkor kezdjük ezzel a bizonyos Ullak utcai szervizút melletti terület rendezésével. Pontosan ez mit foglal magába? Ez azt a területet foglalja magába, ami nagyon leegyszerűsítve az Ullak utca 5-7-9 előtti 10 emeletesek szervízútját érinti. Ugye nagyjából 40 évvel ezelőtt épült ez a környék ilyenné, vagy építették ilyenné, és akkor ez ilyen talán tűzoltósági felvonulási területnek lett számva, közösen a gyalogjárdával. Aztán azóta változtak a közlekedési szokások, ahogy én már talán egy párszor említettem, amikor én felnőttem az Ullak utcában, a lépcsőházban 2 darab autó volt összesen, vagy 2 tulajdonos lakott a lépcsőházban. Most meg bátran lehet azt mondani, hogy sokszor lakásonként van 2 autó, rengeteg autó lett a környéken. Ezt a szervízutat közlekedésre használják, annak ellenére, hogy egy régi forgalmi rend szerint behajtani tilos, illetve csak célforgalom vehette volna igénybe, és értelemszerűen a szervízút melletti területen tették le a lakosok az autóikat. Ezt a területet rendeztük, hogy a kinézete egy picit jobban hasonlítson egy rendezett területre. Ez egy több milliós beruházás volt, azért ezt hozzá kell tenni, tehát hogy sajnos ezt olcsóban nem tudtuk rendezni és megoldani. És igen, ez az első lépése a környék rendezésének. A további kialakítások is összefüggnek majd a közlekedési renddel, illetve lesz majd egy zöldítési program. Ugye ha valaki megnézi ezt az új területet, amit rendeztünk, akkor itt direkt nem helyeztünk el nagy beton monstrumokat, nem csináltunk patkát, nem csináltunk semmi olyat, ami megtörné ezt az egységet tulajdonképpen, ami ott a házak közötti park, illetve a szervizút. Rózsegyi Péterrel közösen dolgozunk azon, hogy a kialakított területek mellett egy zöldítési folyamat is elindulhasson. Ugye ezek vélhetően valamilyen cserjés megoldást fognak jelenteni a közeljövőben. Plusz ugye, hogy szintén a felvezetőben elhangzott, a Pesti út 91-105 előtt a Spártól a Kis utca felé egy egyirányosítás jött létre. Ez abból adódik, hogy a régi piros 61-es busz, hogyha valaki régóta lakik a környéken, akkor tudja, hogy ez az Őrstől a Kis utcáig járt. Ezt a járatot felszámolta a BKK, más koncepció mellett dolgozták ki a közlekedési tervet, és az az útvonal, ahova ez a busz felkanyarodott, az ugye részben már amúgy is egyirányú volt. Tehát a Cinkotai úttól a Kis utcáig az egyirányú volt már nagyon-nagyon-nagyon régóta. A BKK újra megvizsgálta a környék közlekedési lehetőségeit, és ott arra jutottak, hogy vagy a párhuzamos parkolást szüntetik meg, vagy egyirányosítják az utcát. Nyilván a párhuzamos parkolás megszüntetésével elég sok parkolóhelyet veszítettünk volna, de így szerencsére az egyirányosítással jól jártunk, mert a régi busz útvonalon is kialakult egy parkolási lehetőség, tehát ott is elfér. Hát nem számoltam meg soha, de szerintem tucat számra a parkoló autó, úgyhogy még bővültek a parkolási lehetőségek. Plusz ugye az önkormányzatnál mi kezdeményeztünk egy lakópihenő övezeti besorolást ugyanennek a résznek, illetve a páros Ullak utcai résznek a lakópihenő övezetbe történő besorolását, ahol, ha ez megtörténik, akkor könnyebben tudunk még a helyi lakosokat érintő közlekedési változásokat létrehozni, szabályokat változtatni. Ez, ha majd, én azt remélem, hogy a jövő év elejére már táblázva is lesz, tehát hogy ez nem csak egy terv lesz, hanem ki lesz táblázva, akkor természetesen majd megkérdezzük a lakosokat, hogy mit szeretnének pontosan, fekvőrendőrt, esetlegesen keresztirányú forgalom lezárását, tehát több lehetőségünk van, várjuk meg, hogy a lakópihenő övezetesítés megtörténik, és utána pedig megkérdezzük a hogyan továbbról a lakosságot.
Nagyon sok minden itt elhangzott, és nyilván ez egy folyamat, hogy mondta is, még lesznek következő lépések, de hogyan látja, akár már lakosként is kérdezhetném, mert egy közvetetten érintette, elkezdtek az emberek alkalmazkodni a változásokhoz, akár itt az egyirányosítással kapcsolatban? Hát az egyirányosítás az nyilván kétféle lehetőséget rejt magában, hogy a változással az emberek együtt élnek. Az egyik, akiket nem tudok másként mondani, mint az önkéntes rendőrök, akik hol kedves szóval, hol egy kicsit a kelleténél talán erősebben figyelmeztetik autós társaikat, hogy megváltozott a forgalmi rend, illetve a rendőrkapitány úrral egyeztetve a rendőrök is a változás megtörténtekor jelen voltak többször, figyelmeztették az autós társakat, hogy itt most változott a forgalmi rend. Őszinte leszek, szerintem szóbeli figyelmeztetésig jutottak, és büntetést nem kellett kiosztani, mert én úgy látom, hogy most már szinte mindenki ismeri ezt a változást. Volt még egy fontos változás, ami egy kicsit korábban egész pontosan az iskola kezdéshez lett igazítva. Tulajdonképpen ez az Újlak utcai általános iskola előtti területen mondhatjuk, ez úgynevezett Kiss and Ride. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez a gyakorlatban egy rendezettebb reggelt jelent ott az Újlak utcai általános iskola környékén. Ugye az Újlak utca megközelíthető mondjuk így nagyon egyszerűen az uszoda felől, illetve a kis utca felől a ténylegesen a panelházak közül is be lehetett odahajtani. Ebből értelemszerűen minden reggel többszörös konfliktusok voltak, hiszen aki az egyik irányból jött, a másik irányba szeretett volna menni, ugyanez fordítva, és hát tekintve az iskola méreteit, ez több százas autóforgalmat jelentett, több száz járművet jelentett reggelente. Ezt sikerült egy egyirányú mederbe terelni egyfelől, tehát ugye az egyirányosítás már egyszerűsített a dolgon, illetve az, hogy ki van jelölve az a hely, ahol kiszállhatnak a gyerekek, és én ezt úgy láttam, jártamban keltem, hogy nagyjából tartják is, ez megelőzi azt a problémát, hogy régen, ha elakadt a szülő, akkor az autók között kiszállította a gyerekét, mert neki sietnie kellett a munkába, és az autók között rohangáztak a gyerekek. Gyakorlatilag szinte ez is, én azt mondom, hogy megszűnt, nem mondom, hogy minden reggel megnézem és arra járok, de ahányszor elmentem ezt a forgalmi szituációt megnézni, rendezett és jól működő rendszernek láttam. Valóban az elmúlt hónapok igazolják, hogy működik a rendszer, és kicsit általánosabban kérdezem, a véleményére vagyok kíváncsi, hogy ön szerint célra vezető lehet az, hogy akkor ezt akár a többi kerületi intézménynél is bevezessék majd valamikor? Mindenféleképpen. Tehát nyilván nem titok, a családban több intézményvezető is van. Mindenhol probléma ez a, főleg a reggeli időszakban, ugye gyakorlatilag mindenki egy nagyon szűk idősávon belül érkezik az intézményekhez. Mindenhol, ahol ez kialakítható, én természetesen javasolni és támogatni fogom. Folytassuk minden ősz legnépszerűbb kezdeményezésével, a lombzsák osztással, egy kis zöld téma mondhatjuk. Ez most a gyakorlatban hogyan sikerült önnél ebben az esztendőben? Mi volt akár a személyes átvétel és a házhoz szállítások aránya, vagy egyáltalán önnél hogyan működik ez a rendszer? Gyakorlatilag ugye itt a társasházaknál mindig az a sarokpont, hogy mennyi lelkes lakó van egy adott lépcsőházban. Ha valaki a társasházak között sétál itt Rákoskeresztúron, akkor láthatja, hogy egyre több előkertet vesz gondozásba egy helyi lakó vagy helyi lakosok. Az a legjobb, hogyha sokan vannak, mert akkor tudják egymást váltani mondjuk egy nyaralási időszakban, vagy együtt tudják a munkát végezni. Ebből kifolyólag ugye a közös képviselők, gondnokok jelentkeznek nálam legtöbbször lombzsákért, illetve természetesen azok a lakosok, akikkel már régóta együttműködünk, akikkel régóta jó a kapcsolat, ismerjük egymást, és ők jelentkeznek be. Van olyan háztömböm, ahol a gondnok viszi el a lépcsőházak felének a lombzsákjait, mert ugye ki van számolva egy arányosított táblázat szerint, hogy kinek mennyi jár, és van, ahol pedig a munkát végzők jelentkeznek ezekért a lombzsákokért, amelyeket ugye az FKF szállít el a zöld járattal, ezzel is hozzájárulva, hogy még rendezettebb legyen a környékünk, hiszen ebben a lombzsákos ügyben mindig csak a lombokra figyelünk, de azért mondjuk itt a viharos időszak miatt például a Rákoskeresztúri területeken nagyon sok gajat kellett összegyűjteni. Ezek között volt olyan, ami darálható, nem darálható, ezt is elviszik ugye a lombzsákok megfelelő kezelésével. Valóban csak még egy kérdés a témával kapcsolatban, ön speciális helyzetben van mindig a lombzsák osztásnál, hiszen főként a panelházban élőknek szól az ön részéről ez a kezdeményezés, de hogyan látja ők is ugyanúgy ezt már maguknak érzik, mint akár egy kertesházban élő lakos mondjuk?
Ugye az egész kezdeményezésnek az a lényege, az elképzelés mögötte, hogy az ingatlanok előtti közterület rendezését szolgálja. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy ha valaki egy kertesházban lakik, akkor az utcafront tisztán tartása az egy szokás, jó felfogott érdek. Nem tudom, hogy hogyan tudom ezt mondani, és nyilván ezt segítjük alapvetően ugye a lombzsákosztással. Ugye más a kérdés a társasházak esetében, hiszen ott egy picit minden közös. Így az ingatlan előtti terület is közös, és van az a sajnálatos módon még mindig aktuális közös lónak túrós a háta című bölcs közmondás, vagy frázis. Nyilván nagyon sokáig ezek a területek egy picit ilyen elhagyatott területek voltak. Egyrészt, mert aki csinálta, az sokszor belefáradt, hisz úgy érezte, hogy nem kap támogatást, másfelől pedig nem mindenki volt konstruktív ebben az ügyben. Azzal, hogy ezekre a területekre odafigyelő lakótársainknak segítünk, azzal, hogy lombzsákot adunk, esetlegesen pályázni tudnak, illetve támogatásban tudnak részesülni, egy picit úgy nem érzik magukat annyira elvezetnek, így tudnám szépen mondani, és nagyobb lelkesedéssel vágnak bele. Mondom, elég csak azt megnézni, hogy évekkel ezelőtt, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt mennyi előkertet gondoztak a Rákoskeresztúri panelos körzetekben, illetve megnézni most. Most már azt mondom, hogy talán az a ritkább, hogyha valahol érintetlen terület van, és nem történik ott semmi, mert mindenhol van egy kis füvesítés, egy kis virágkiültetés, egy kis metszegetés, tehát úgy magukénak érzik szerintem már a legtöbb ilyen területet, és ezeknek egy fontos támogatása ez a lombzsákosztás. Nézzünk akkor egy másik fontos kezdeményezés. November elején zajlott le a szokásos évi lombtalanítása a kerületben, és több képviselő engem arról erősített meg, hogy az ő körzetében fogalmazunk úgy, hogy nem volt nagyobb probléma, vagy minden rendben volt. Ugyanez a kérdésem önfelé, hogy önnél mi volt a helyzet az ön körzetében? Hát egy picit én mindig elszörnyűködöm a lombtalanításnál sajnos. Többféle okból is lehet ezt negatívan nézni. Egy alapvetően jó kezdeményezést, hiszen azt szögezzük le, hogy ami a lombtalanításnál kikerül az utcára, az mondjuk így nem az erdő szélére kerül, illetve nem a társasházak pincében, padlásán, lépcsőházában kallódik tovább, esetlegesen balesetveszélyt okozva. Az mindig elszomorít, hogy ezeket a lomokat sokszor már a kihelyezésnél szana széllyel, szerte széllyel szórják. Bátran kijelenthettem, hogy több száz négyzetmétereket tudunk szeméttel megtölteni. Ez az idei évben én azt mondom, hogy az eddigiekhez képest az egyik legkultúráltabb lombkihelyezés volt. A Rákoskeresztúri körzetben ugye a nagyobb részt érintően talán két hete ért véget. Nyilván sokat segített az, hogy ha jól emlékszem, akkor egy keddi nap volt az elszállítás időpontja, vagy a kihelyezés időpontja és az elszállítás szerdára esett. Tehát kevesebb ideig volt az utcán a lom, hiszen a hétvégén volt ideje a lakosoknak kivinni ezeket a lomokat, illetve a másik nagy szerencsénk idézőjelben az az időjárás volt, hogy azért kezd hideg lenni, és azt hiszem minden nap esett az eső, ez azért annak kedvezett, hogy kevésbé túrták szét a halmokat, akik sajnos a széttúrásban érdekeltek, de itt meg kell említenem, hogy az FKF az elszállítás utáni napon már megkezdte az apró szemét összeszedését, és gyakorlatilag az elszállítás után kettő nappal már visszakaphattuk a rendezett kultúrát, lakókörnyezetünket. Mindenképpen jó ezeket hallani ezzel kapcsolatban. Nézzük megint egy másik témát, hogy a kerületben egyre több a kutya tulajdonos, és a lombzsákosztás kapcsán már szóba hoztuk, hogy olyan speciális helyzetben van, hiszen rengeteg a panelház az ön körzetében. Itt pedig szerintem az egyik nagy és fő megoldandó probléma a kutyák mozgás igényének megfelelő kielégítése, amire tökéletes helyszín egy kutya futtató, önnél is van ugye ilyen, nem is egy, és igazából ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy milyen tervei vannak a már meglévő kutyafuttatókkal kapcsolatban. Kutyafuttató kapcsán igazából egy ajánlás per szabályozás kidolgozása van folyamatban. Ugye alapvetően a nálam található kutyafuttatóknál a Gyökér utcai kutyafuttatót az Agility eszközök méretéből adódóan is inkább a nagyobb testű kutyáknak szántuk, szánjuk. Annyira népszerű, hogy autóval jönnek a kerület más részeiből.
illetve az Újlak utcai részen létrehozott kisebb testű kutyáknak szánt kutyafuttató, a másik, amilyen bekerített terület, azt pedig a jövő tavasszal fogjuk felszerelni kisebb kutyáknak való játszóeszközökkel, paddal, és ezeket érintően egy ajánlás, egy szabályzás kerül majd kifüggesztésre, nem csak a kutyafuttatókra, hanem a bekerített udvarokra is. Hiszen nagyon fontos azt mindig elmondani, hogy Rákos mentén a kijelölt kutyafuttatóktól eltekintve a kutyákat pórázon kell tartani. Ez a szabály. Ez nem túl bonyolult. Nincsen szabályozva, hogy rövid póráz, hosszú póráz, futószár, mindenféle dolgot lehet ma már vásárolni, de pórázon kell tartani a kutyákat, a kutyafuttatóban pedig lehet őket futtatni. Ezért kutyafuttató a neve. Nagyon beszédes a magyar nyelv, ezért is szeretjük. A szabályzat lényege, vagy az ajánlás lényege az az lesz, hogy minden neuralgikus helyre, ahol sokszor póráz nélkül futtatják, akár a nagytestű kutyákat is, kifüggesztjük, hogy hol van a legközelebb erre olyan lehetőség, ahol a szabályok szerint ezt meg lehet tenni. Van ugye nyitott kutyafuttató is fönt például a Bakancsos utcai piac mellett, az sincsen messze, és fölhívjuk a lakosok figyelmét ezekre a szabályokra, hiszen nem csak a kutyás, nem kutyás konfliktusokat kell feloldanunk, és ebben van nagyon fontos szerepe az önkormányzatnak, hanem a különböző kutyás sok közötti konfliktusokat, értem ez alatt, hogy nyilván más mozgás igénye van nem egy nagyobb testű kutyának, egy izmosabb kutyának, mint egy kisebb fajta kutyának. Nyilván azért is hoztuk létre a két külön kutyafuttatót a lakótelepen, hogy ők máshol tudják magukat szabadon jól érezni. Mert hiszen azért, hogyha a nagy testű kutyák közé beengedünk egy kisebbet, még ha nem is szándékosan, de azért a lehetőség annak, hogy megsérül, az fennáll. Ezt ezekkel az egyszerű ajánlásokkal, szabályokkal próbáljuk majd tudatosítani mindenkiben, hogy figyeljenek oda, ne csak a kutyás, nem kutyás egymásra, hanem a kutyások is egymásra. Végül akkor, de nem utolsó sorban, úgy egy rendezvényről szeretném még beszélni önnel, ami bár közvetlenül nem érinti a körzetét, de keresztúron van egész pontosan a főtéren, és szerintem mindenkinek szól. És én azt hiszem, hogy nem nagyon kell bíztatni az embereket, de mivel tudnám mégis, hogy a jövő héten kezdődő Advent Rákos mentén rendezvény sorozatra kilátogassanak. Igen, az Advent Rákos mentén azt mondom, hogy a főtérnek egy siker programja, hogy úgy mondjam. Tehát a gyerekkoromban ugye az Aranykapu volt ott Rákos keresztúron jobbra-balra elhelyezgetve, ugye több helyszín is volt, akár az STK mögötti parkoló, vagy az önkormányzattal szembeni parkoló, de ugye akkor még egy busz végállomás volt a főtér helyén. És mióta a főtér megépült, azóta lehetőségünk van ilyen rendezvények megtartására, és én minden évben nagyon örülök neki, hogy ott van, hiszen ebben a decemberi időszakban, amikor már korán sötétedik, egy kicsit azért valljuk be, morózusabb az ember ennyi sötétben, vagy ilyen hosszú sötét időszakban, jó ezeken a területeken találkozni. Minden évben a lehetőség adott, ugye a hétvégi programok általában kerületi művészek, kerületi oktatási intézmények fellépéseivel tarkítottak, mind a mellett, hogy természetesen az adventi gyertyagyújtás is egy fontos része, ugye az ünnepre való készülődés, a lélek felkészítésének egy fontos eleme. Én örülök neki, hogy mindig van, és nagyon örülök neki, hogy a főtéri szilveszterig is elhúzódik. Tehát, hogy nincs vége karácsonykor, hanem ez egy, hogy mondjam, az év végét egy ilyen keretbe helyezi, és én bíztatok mindenkit, hiszen ha jól sejtem, akkor idén is lesz olyan, ahol vásárolni lehet ajándékokat, illetve meglepetéseket, illetve ha jól emlékszem, akkor jégpálya is lesz. Nem tudom, hogy az egy időben indul-e, ugye az ilyen időjárás függő emlékeim szerint, reméljük, hogy az adventi időszakban végig ott lesz a jégpálya, illetve lehet akár egy forralt tea, forralt bor mellett beszélgetni. Én ajánlom mindenkinek. A rendezvény sorozatát jövő szombaton indul a főtéren, látogassanak ki minél többen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és további eredményes és sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!